Farkasné Piroska néni szomszédjával, Pongrácz Józseffel élvezte a frontnak köszönhetően nagyon kellemes nyári időt a Stádium utca mögötti parkban. Rendszeresen ide jártak régen is, de a padok előregettek, így egyre kevesebben használták a parkot találkahelyként. Egyik lakó jelezte felém, hogy ezeket a padokat fel lehetne újítani, illetve fel kellene újítani, mert már nagyon rossz állapotban vannak, használhatatlanok. Ekkor kaptam az ötleten, és megvásároltam a faanyagot, közösen befestettük, és most a KVÜ munkatársai azok fel is szerelték ezt. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, példaértékű lehet a városban, ahol hasonló rossz körülményeket tapasztalnak, ott kérem jelezzék felénk. A képviselő elmondta, maga is élt a Széchenyi városban, három környéket is lehetősége volt ezen keresztül megismernie. Így a segítségkérést nem tudta figyelmen kívül hagyni, hiszen saját maga is tapasztalta, milyen fontosak a mikroközösségeknek kialakított helyek. Hozzátette, a lakók odafigyelése és segítsége nélkül szinte lehetetlen cselekedni, ugyanakkor nagy segítségnek tartja a Széchenyi Városi Zöldéspont civil társaság megalakulását és munkáját. Volt már egy alkalom, amikor eljöttünk, füvet nyírtunk, lombot takarítottunk, összeszedtük a lehullott gajakat, és most pedig visszajöttünk, hogy a három padot felújítsuk és visszahozzuk az életet ebbe a parkba. A Stádium utcai padok környéke megszépült. A Széchenyi város azonban ad bőven munkát a civil társaságnak a jövőben is. A szerethető városrész megmutatására a közelmúltban egy fotóakciót is elindítottak a városrész szépítő aktivisták, így arra kérték a lakókat, mutassák meg a szép előkertjeiket fotókon, de bármilyen egyéb Széchenyi városi érdekesség megmutatására, vagy éppen probléma megoldására is nyitottak.